Sziasztok! Ebben a videóban azt szeretném nektek megmutatni, hogy hogy fogom elkészíteni a nyuszi ketrecet, de igazság szerint nem is a ketrecet tudom most elkészíteni, hanem egy-egy részletet tudok belőle megmutatni. A ketrec pontosan akkora méretű, mint a magaságyásaink. Esetleg azt a videót, ha nem láttátok, akkor ebbe a videóban meg tudjátok nézni. És ha tetszik a videó, akkor iratkozzatok fel, lájkoljátok. Most egy olyan részletet szeretnék nektek megmutatni. Van 4 nyuszink, külön-külön fakba lesznek, de egyforma életkörülményeket szeretnék nekik biztosítani, és csinálok nekik ilyen kis odukat, amiben be tudnak bújni éjszakára, be tudnak fészkelni a hideg időbe. És ennek az odúnak az elkészítését szeretném most megmutatni. Itt láthatjátok a ketrecet. Itt készülget. Ilyen elválasztó részek lesznek benne, de ez egészen le fog érni a magaságyásig. A magaságyás aljáig, hogy ne tudjanak átmászni a nyuszik egymáshoz. És aztán lesz majd külön teteje is, de az még most nem készül, hanem ilyen kis kuckók lesznek benne nekik, amiben bele tudnak majd fészkelni. És egy ilyennek az összeépítését akarom nektek megmutatni. Hát, ha ti is kedvet kaptok a barkácsoláshoz. Ha van valami kis állatotok, akkor nagyon egyszerűen tudtok nekik csinálni ilyen kis odut, vagy fészket, vagy akár ilyen kis mászókát, vagy ajzatot, vagy bármi ilyesmit. Ezeket a 2-3 cm átmérőjű fákat egyforma darabokra vágom. Láttátok, elkészültek a vágások. Hát lehet, hogy még több is, mint amennyi kell. Olyan 29-30 darab kell egy olyan odú elkészítéséhez. Nyilván ez attól függ, hogy mekkora a fának az átmérője, és hogy mekkora odút szeretnénk csinálni. Az a lényeg, hogy ugye itt ahhoz, hogy ezeket könnyen össze lehessen fűzni drótra, vagy ilyen feszítő drótra lesz felfűzve, ugye furatokat kell rá készíteni. És ugye itt az a lényeg a furatoknál, hogy a szélétől körülbelül 5 cm távolságra, és ugye a furatoknak szépen párhuzamosan kell állni egymáshoz képest, hogy könnyű legyen felfűzni. Hát itt a segítségem ez a régi Matuzsálem oszlopos fúró, és csináltam hozzá egy olyan kis eszközt, ami egyben egy célszerszám is. Van egy darab léc, amit átütöttem rajta egy szöget, és ugye van, ahol fúr a gép. Tehát ott csinálok egy lukat, egy kezdőlukat csinálok rá, utána megfordítom, akkor ide ügyesen fel tudom vezetni a szögre a fát, és akkor ez mindig pontosan egyforma távolságba tartja a két furatot, illetve itt tudom megfúrni a másik lukat. Úgyhogy így egyik a másik után mennek a furatok. Hát ez talán nem olyan egyszerű megoldani másképp, de hogyha azért van a köreitekben, vagy ismerősöteknek egy ilyen oszlopos, vagy állványos fúrógépe, akkor lehet, hogy meg tudjátok kérni, hogy segítsen nektek ezt elkészíteni, hogyha szeretnétek ilyet készíteni magatoknak. Megmutatom akkor nektek, hogy ez hogy működik a valóságban, ez a fúrás.
Hát akkor látjátok, elkészültek a furatok. A fáknak mind a két fégét kifúrtam, úgyhogy lehet fölfűzni. Barkácsáruházakban, vagy bármilyen barkácsüzletekben lehet kapni ilyen feszítődrótot. Ilyenre fűzöm fel őket. Azt hiszem, hogy ennek a vastagsága 2,8 vagy 3 mm, de igazság szerint vékonyabb is lehet, attól függ, hogy milyen vastag fát szeretnétek felfűzni az odúhoz. És ezt kilóra adják, hát pár száz forintra rengeteget lehet venni, úgyhogy erre lesz a felfűzés. Vártam el a két darabot. Egy fogónak a segítségével. Hát most, hogy milyen fogótok van, most ez nincs jelentősége. Most ez egy ilyen kis kúpos hegyes fogó, amivel csinálok egy húrkot az elejére. De ezt lapos fogóval is csinálhattam volna, hogy teljesen mindegy, hogy milyen fogóval tekerem meg. Tekertem rá egy ilyen szemet, hogy ne tudjon leesni az első fa. És ugyanígy a másikra is. Okay. És akkor jön a felfűzés. Okay. Na, akkor kezdjük felfűzni a fákat. Hát az aljára mindjárt ilyen vastagabbat fogok tenni, aztán majd felváltva fogom csinálni, hogy egy vastagabb, egy vékonyabb, mert akkor talán kicsit esztétikusabb lesz. Ugye négyes furat van a fán, és hát azért bele kell játszani. Az egyik fele, a másik fele. Reméljük, megtalálom rajta a lukat. Vigyázni a kézre, hogy beleszúrjátok saját kezetekbe a drótot, mert hiába nem olyan hegyes, ilyenkor minden baleset veszélyre gondolni kell. Okay. És akkor nézzünk most egy vékonyabbat. És így egyik a másik után kerül felfűzésre. Hát ebben egy kicsit el kell játszani. Nyilván ez egy olyan dolog, hogy meg kell érte dolgozni a sikerét. Már eleve olyan fákat kerestem, hogy szép egyenesen tudjanak állni egymás mellett, úgyhogy és akkor szépen így szorosan egymás mellé kell őket fűzni. Nincs ebben semmi olyan, amit ne tudnátok egyébként megcsinálni. Itt maximum a fúrás az, ami egy kicsit elvenni az embernek a kedvét, hogyha nincsen ilyen oszlopos fúró, de utána olyan jó érzés, hogyha arra gondoltok, hát igen, ezt én csináltam. Néha megakad a folyamat, nem akar bemenni a helyére. Hát egy picit nagyobb lett volna a furat, akkor még könnyebb lett volna a dolgom, biztos. Na, hogyha már kellő mennyiséget felfűztetek, akkor már szinte kész is vagytok az odúval. Hát szerencsések vagytok, hogyha van a ketrecnek alja, mert akkor ezt odaállítva már működik is. Viszont itt nekem ugye magas ágyások lesznek alatta, túrni fogják a földet, úgyhogy itt nekem úgy kell megcsinálni, hogy legyen alja is, úgyhogy tovább fogom fűzni, amennyi ráfér. Oké. Okay. Ugyanaz lesz az alja, mint a teteje. Itt összeakasztom a két fülbe. Ezen tekerek, mert nem jó irányba áll a szem, úgyhogy fordítok rajta. Így. Ilyenkor lehet így nyugodtan ezt tekergetni, mert nem fog eltörni. Ide belefűzöm. És akkor eldolgozom. Levágom a hosszát, hogy ne legyen nagyon hosszú. Felépítünk ennyi belőle. És akkor ugyanígy egy ilyen egyszerű mozdulattal visszafordítom, hogy ne tudjon kiesni a fal helyéről.
már nem sokára kész is van a kis adó. Egy kicsit meglapogatjuk, megnézzük mekkora legyen az alja, mekkora legyen a teteje. Így. Egy nagyon jó kis adó lesz neki. Ebben nagyon szívesen fog majd hellerészni télen, nyáron. Mert nyáron meg bebújnak a nagy meleg elől. Így, ha besüt a nap. Oké. Na, és akkor még egy feladatunk van hátra. Megmutatom. De egyébként az udu már így is elkészült. Csak még lesz egy felszerelése oda. Hát lehet, hogy le fog merülni a telefonom, úgyhogy abban az esetben elbúcsúzok tőletek. Barkácsoljatok sokat. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel. Jobb alsó sarokba az ikonra kattintva megtehetitek. Nyomjatok egy lájkot. Sziasztok!